Minden jó, ha a vége jó. Murmusz látta azon a szomorú éjszakán, hogy kitől vette el a pénzt Viszlicára. Iluci pedig ráborult az apjára, zokogva csókolgatta élettelen kezét. A fejedelem jósággal intett neki. Ne félj, fiam, majd magához tér az, mire Kolozsvárra érünk. Megtessétek fel egy kocsira. Pipitél majd gondját viseli neki az úton. Mikor a menet befordult a kolozsvári határba, a két gyerek pillantása legelébb is a temetőre esett. A temetőben is arra a sírra, amit legutoljára láttak Kolozsvárból. Egészen befutotta azt már azóta a fehér vadrózsa. Levele se volt, csupa virág a tövétől a hegyéig, és úgy lobogott az esti fuvallatban, mint ha annak a keze lobogtatna köszöntőben fehér keszkenőt, aki a vadrózsák alatt nyugszik. Isten hozott, Isten hozott. De néni, integet ott más is, nem csak a vadrózsák. Valaki oda támaszkodik a diófa fejfára, és kiterjeszti a két karját, mintha ölelésre hívogatna. Egy kicsit megfehéredett a haja, kicsit megsárgult az orcája, de azért mégiscsak Szitári Kristóf. Úgy nevet a szeme, mint a napocska az égen, pedig tele van könnyel, mint az ég alja felhővel. Édesapám, édes jó apám. Nagy úram, édes gazdám, én lelkem, gyerekeim, kedves öreg szolgám. Már nem lehetett a sírás nélkül megállni, hogy az a négy ember összeülegette egymást. Még Buzát uram is a keszkenőit kereste, de ő sehol se találta. Jó szerencse, hogy Piszlicár uram is magához tért ez alatt. Oda nyújtotta a maga piros sejem zsebkendőjét. A lipai bég ajándika, szép selem, finom selem, igazándi bizánti selem, én már beléjes iránkusztam. Csak meg nem állhat újja eszet a szép örvendkezést, igen, ökönny nélkül a betsulátes ember. Szitári Kristóf karon fogta a két fiát, leborult a fejedelem előtt is, megköszönni neki a visszaadott szabadságát. Fejedelem sietett felemelni, Szitári uram, mondta neki. Erről majd beszélünk még egymással. Most sietős az utunk, mert a fejedelem azt, hogy nagyon várja azóta a fiát, ezt a haszontalan gyereket, mi? Kell, mert pedig menjen haza a maga családjával, a Cseperke utcába. Úgyis régen jártak otthon. Reggel aztán majd lássuk egymást. No, az a reggel olyan szép reggel volt, hogy még esztendők múlva is emlegették Erdélyben. Éjszaka megjött az eső, a rég várt eső, és úgy szakadt az áldás, mintha öntenék. Reggel azonban síma volt az ég, mint a két szitári gyerek arca, kék, mint az Iluci szeme, úgy mosolygott a nap, mint a fejedelem őnagysága meg a tanácsosai. Ott ültek a nagy bársony karosszékekben, a tanácsteremben, egyik ragyogóbb ruhában, mint a másik, középen a fejedelem, mellette jobbról Teleki Mihály uram, balról egy üres szék, és amikor Szitári Kristóf belépett a két fiával, meg az öreg pipitérrel, fölállt a fejedelem, és abba az üres székbe beültette Szitári Kristófot. De még a nyakába is akasztott egy nagy aranyláncot. Kegyelmet sokat szenvedett irántunk való hűségének miatta, és a mi tévedésünk miatt, aki hibázik, mereste-e bevallani, mi bevalljuk, hogy hibáztunk, Szitári uram. És íme az ország tanácsosává tesszük. Szitári szólni akar, de a fejedelem csendre intette. Lépj elő, Szitári Tamás, hogy kívánságod ne támadjon még valaha mi várainkat elszedegetni. Íme neked ajándékozzuk Sárvár várát, te légy a kapitánya. Rongyos hadseregedet ruhász föl ebből a 200 aranyból, amit Piszlicár uram neked ajándékoz. Most pedig Piszlicár uram akart szólni, de a fejedelem megelőzte. Tudjuk, mit akarsz mondani, jó ember. Azt akarod mondani, hogy ugye a hidalmási szép kastélyodat neki ajándékozott Szitári Ádámnak, aki jobban szeret kertészkedni, mint hadakozni. Jó teszed, jó ember, csak várj még egy-két esztendőt, amíg nől egy kicsit a kis Iluci lányod. Míg a fejedelem beszélt, Pipitérnek úgy hullott a könnye, hogy az éjszakai zápor eső se különben, hát még mikor a fejedelem feléje fordult. Téged pedig, öreg szolga,
urathoz való nagy hűségedért udvarunkba fogadunk, és gondunk lesz holtig való ellátásodra. Nem érdemlem én ezt nagyságos fejedelem. Borult térdre az öreg, inkább azt a kegyelmet kérem, hogy eresszenek engem vissza az Isten szigetére. Ott leszek én már csak otthon, abban az én nádasomban, az én vadmadaraim között. Hát legyen a te akaratod szerint, mosolygott a fejedelem. És ha szívesen látod a vendéget, mához egy hétre egész udvarommal meglátogatlak azon a híres szigeten. Majd meglátjuk, tudsz-e csíkot főzni hajdukáposztával. Előbb azonban azt nézzük meg, hogy milyen ebédet tud főzni az udvari szakács, amikor a fejedelemnek jó kedve van. Véget.